könyv érthető és használható. A lépések sorrendjeinél azonban probléma van, és ezt most kifejtjük. De előbb egy fontos kérdés. Megvalósíthatóak-e a mesterlépések? Nem mindegyik és nem mindegyik úgy, ahogy a könyvben meg van adva. De erre most kitérünk egyesével. Na és a legvitatottabb az egész fegyencedzés témakörében. Meg lehet-e csinálni a mesterlépést, azaz az egykezes kézen állva nyomást? Fekvőtámasz kézenállásban. Oké, én ezt szeretem inkább kézenállásban nyomásnak hívni. Ugyanis ha belegondolsz, semmi értelme nincs annak, hogy fekvőtámasz kézenállásban. Vagy várj, így néz ki. Viszont javított Samu, hogy a nyomás sem egyértelmű, mert azt meg hívják a kézenállásba emelésre, hogy kézenállásban nyomás. Én azt jobban szeretem emelésnek nevezni, és szerintem ez így egyértelmű. De hogyha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor kézenállásba, karhajlítás és nyújtás. Az első két lépés egyértelmű. A harmadik követelményét viszont soknak találom. Miért kell két percig kézenállni ahhoz, hogy elkezdhetsz a kézenállva nyomást? Én annak idején, amikor ott jártam, nem értem el két percig, mert tök sokáig másfél percnél voltam. Nem tudtam tovább növelni, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor szarok rá, mehetünk kézenállva félnyomások. Nem kell elén ezt a két percet. Tovább léphetsz egy-másfél perc után, viszont gyakorol tovább a kézenállást, és juss majd el a két percig, csak nem kell olyan szigorúan venni, hogy még addig el se kezdheted a nyomásokat. A negyedik és ötödik lépéshez annyit fűznék hozzá, minél szélesebbre teszel a kezeidet, annál könnyebb. Aztán, hogyha megvan az ötödik haladója, akkor fokozatosan lépésről lépésre lehetsz a szűkig menni, tehát ez nem egy lépés, hanem közte akármennyi van, amennyit te csinálsz, amennyivel közelíted edzésről edzésre a kezeidet. A hetedik egyértelmű, a nyolcadiknál ugyanaz a probléma, hogy mint a rendes fekvőtámasznál, hogy először egy felet csináltad, aztán a kilencedik az emelőkaros, és aztán tízes a teljes. Közben egyébként emellett ajánlatos mindenképpen szabadon is gyakorolni a kézenállást, mert nem egy könnyű technika és teljesen más, míg a falnál csak kizárólag erő, a szabadon végzett kézenállás sokkal több képességet igényel. Na és a legvitatottabb az egész fegyencedzés témakörében. Meg lehet-e csinálni a mesterlépést, azaz az egykezes kézenállva nyomást? Szerintem igen. Van-e rá bizonyíték? Még nincs. Maga a fegyencedzés modellje máig gyakorolja, és nagyon biztató az, amit csinál, de először nézzük meg, hogy ki az, aki meg tudja csinálni. Kronk. Elég ebből. Össze fogok zavarodni, úgyhogy tűnés, különben elzavarlak titeket. Meggyőztél. Vegeta itt több százszoros gravitáción. Igaz, hogy az egykezes fekvőtámasza eléggé hullámzó és terpezben csinálja, viszont utána az egykezes kézen állva nyomást két ujjon csinálja. A Dragon Ball Superben viszont már egy kicsit feljebb tették a lecet, mert itt egy hatalmas súlyruhában csinálja Goku és Vegeta egy magasabb gravitációs mezejű bolygón az egykezes, egyújjas kézenállva nyomást, és hogyha ez nem lenne elég, mindkettőjüknek 50 ezret kell végrehajtani. Mondjuk kb. Csak feleket csináltak, de azért jó van az. Ami szerintem nagyon közel áll hozzá, az a fegyencedzés modelljé. És ez a elég vékony csábó, viszont nagyon durva. Thank you.
igaz, hogy ez, ezt vehetjük úgy, mint egy nagyon-nagyon megemelt lábas egykezes fekvőtámaszt, és nem kézen állva nyomást, Zsolti ezt mondta, hát nem tudom. Nekem ez már fél úton van a kettő között. De az biztos, hogy ez még nem az, ami a könyvben el volt mondva, gyakorlat. Samu juttatta eszembe, és régebben én is láttam a YouTube-on ezt a román kisgyereket, vagyis két kisgyereket, amiknek a nem normális apja jó, beszteroidozta őket, és agyon edzeti, és durván is néznek ki ezek a gyerekek, viszont ő tud ilyet szabadon, egykezes, kézen állva nyomás, nem teljesen, de úgy gyakorlatilag ez áll a legközelebb ahhoz, ami a könyvben volt. Claudio, Stroe. Vagy ez kuna? Jaundi. Persze természetesen egy gyereknek a relatív ereje az sokkal nagyobb egy felnőttéhez képest, de hát biztató ettől függetlenül. Ez példátlan volt idáig, hogy szabadon így egykezes kézen állva nyomás. Ami még nagyon tetszik a könyvben, hogy tisztelettel adózik a régi korok nagy erős emberei, testépítői, meg mindenféle sportolói iránt, példálózik velük állandóan. Mondjuk ilyen tekintetben Zsolti barátom sokkal részletesebb, és hogyha érdekel ez a téma, akkor nézd meg a... nevű weboldalt, meg Facebook oldalt, mert ott találsz ilyesmit. Sok kondis számára egyébként meglepő, hogy még a világ leghíresebb testépítője, Arni is nagyon szívesen használt saját testsúlyos gyakorlatokat. Ami nagyon hiányzik az első részből, az a bemelegítés és a nyújtás még jobban kihangsúlyozása. Viszont rendkívül jó, hogy az ízületek és inak kíméléséről és fokozatos terheléséről meg erősítéséről nagyon sokat ír, mert az átlag edzős könyvek meg a hobbi gyúrósok ezt nem nagyon veszik figyelembe. Az izmuk bírja, akkor mennek tovább, az ízületekkel nem foglalkoznak, és ebből vannak a folyamatos olyan sérülések, vagy akár élethosszan át tartó fájdalmak, amit nem nagyon lehet utólag helyrehozni. Zsolti mondta régen, hogy gyúrós bemelegítés. Na, kész. Amit még Samu hozzátett itt, hogy nagyon hiányzik a könyvből, az a csukló bemelegítése. És erről részletesebben olvashatsz a metálozott testeken, ezt a linket is beteszem a leírásba. A nyújtás is legalább ennyire fontos, viszont arra kitér a második részben. Tehát tök jó, hogy ilyen részletesen kifejti a fokozatosság elvét, az ízületek védelmét, mert erre nem szoktak figyelni. Ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy amit érvként szoktak felhozni, hogy a saját testsúlyos edzés az mennyivel biztonságosabb, meg jobb a súlyzós edzésnél, meg mennyivel ízületkímélőbb. Hát nem. Ha valaki nem fokozatos és nem óvatos, saját testsúlyos edzése is ugyanúgy tönkre teheti magát, hogyha kapkod, egyből erőlteti a nehéz lépéseket, nem csinálja fokozatosság elvével, ugyanúgy szétcseszi magát. És igaz ez fordítva is, hogyha valaki súlyzós edzést csinál csak, de értelmes keretek között, betartva a fokozatosság elvét, akkor nem fog tönkre menni se a térde, se a könyöke, se a válla, se semmilyen. Tehát a lényeg. Mindegy, hogy súlyzóval vagy saját testsúlyjal edzel,
Csak tartsd be a fokozatosság elvét. Értelmes, észszerű progresszió és nem ego edzés. Nem az a lényeg, hogy a mostani edzésen megcsináld az összeset. Ha nem sikerül annyi, amennyit előre kitaláltál, nincsen semmi, majd a következő edzésen sikerül. Nem kell erőltetni semmit. Ez nem azt jelenti, hogy ne dolgozz keményen. Dolgozz keményen, mert a lazsálásnak meg semmi értelme. Mert a fejlődés miatt csinálod az edzést, csak nem kell pánikolni, hogyha egy edzésen nem sikerül valami úgy, ahogy gondolod. A légy a saját edződ részben pedig vannak hasznos gondolatok. Fokozatosan vedd fel a ritmust, magaddal foglalkozz, legyél következetes, de változatos, vezess naplót, egyél okosan, pihenj, legyél türelemmel, szokj le a heroinról, nyújtsál, használj edzésnaplót, rendszerezd az életed. Ezek jó tanácsok. Lehet-e izmot építeni saját testsúllyal? Lehet. Elég jó példa a magyarok közül Eső Krisztián. Ő is, mint én, a fegyencedzés, súlyzeozás ellenességi dogmáját azért elsőre elhitte, de sokan voltunk így, csak saját testsúllyal tolta, mégis azért idáig izmosította magát. Aztán viszont ő is elkezdett súlyzókat használni 2015-től, és jobban is nézett ki utána. Vagy itt van például Gödrösi Ádám. Ő egy bivajerős tornász, street workoutos. Így néz ki, szóval lehet. De ebben mondjuk 10 év kőkemény munkája és egészséges életmódja van bent. Viszont ő nem egy testépítő jellegű izomzattal bír, hanem inkább tornászossal. Van, akinek ez a tökéletes cél, és az csinálja a saját testsúlyos edzést, és érje el, és tök jó. Viszont van, aki azt mondja, hogy ez neki nem elég, mert neki kell még több bűv azért. Testépítősebb izomzatra gondolt ő. Annak azt tudom mondani, hogy a hagyományos súlyzós edzésnél nincsen jobb. Ja de? A saját testsúlyos edzés kombinálva a hagyományos súlyzós edzéssel. És most nem a crossfitre gondolok. Saját testsúlyos edzéssel lehetsz hétköznapi szemmel nézve izmos, de ez a súlyokhoz képest semmi izmosság terén. Mert egyszerűen nem erre való. A fegyencedzés első modelljének a választása az zseniális volt szerintem. És ezt azért hagytam a végére, mert egy óriási marhaságot követtek el a második résztől kezdve. Legalábbis szerintem. Jim Butthuszt, a Beastcase vezetője és a fegyencedzés egy modellje egy rendkívül hiteles és Isten király figura. De tényleg. Valószínűleg annyira nem illett a fegyencedzés szellemiségéhez, ugyanis a súlyok azok az ördögtől valók, csak hogy ez a csávó egy nagyon jó súlyemelő is. Egy király hibrid edzéstől, és például ilyesmikre is képes. És itt jutottunk el a második részig, a fegyencedzés 2-ig.